Pozdravljam naše gledatelje. Vi gledate naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Plesači u narodnim nošnjama popunili centar Pečuha. Festival Čandor Šori. Proslavili su dan državnosti u Pečuhu. Nastup Hrvatskog nacionalnog profesionalnog folklornog ansambla u Kodaj centru. Susret hrvatskih kudova Kud Marica organizirala uobičajenu priredbu na duhove. Hrvatska samouprava Pogana i Hrvatska kulturna udruga organizirali su zajednički program. Cilj festivala narodne umjetnosti Čandor Čori, koji će se ove godine održati po prvi put, je upoznati putem zajednica pokreta narodne umjetnosti o rezultatima programa Čandor Čori, njegovoj izvanrednoj kvaliteti i njegovoj blagotvornom učinku na zajednice. Na festivalu će biti predstavljene sve zajednice koje podržava zaklada Čandor Čori, a cilj manifestacije je dati pregled cjelokupne vertikale programa, a osim već poznatih ansambala mogu se predstaviti i manje tradicijske zajednice na području Karpatskog bazena. A Csóri Sándor Fesztiválon Pécsett több környékbeli magyarországi horvát tánccsoport is bemutatkozott. A helyi Tanács Kulturális Egyesület saját, gazdag és eredeti népviseletében vett részt a felvonuláson, zene és énekszó kíséretében, és az esti műsor során a bosnyák kermesz koreográfiát mutatta be. Az együttes 34 éve alakult, tehát jövőre lesz egy kerekebb jubileumunk. Kezdettől fogva Pécs környékén élő horvátok fiataljaiból, bosnyák-horvátok fiataljaiból alakult, de aztán csatlakoztak hozzá más magyarországi horvátok is. Első feladatunknak ennek a kultúrának a ápolását, őrzését, gyűjtését, bemutatását és az utódoknak való továbbadását tekintjük. A mi táncainkat, hogy így mondjam, a bosnyák táncokat innen a környékből, ez lesz a mai program, viszont szinte az összes magyarországi népcsoportnak van tánca a mi koreográfiáink között. Még most a gradiscei az készül, de ezen kívül az összeset a műsorunkon tartjuk. Természetesen eredetiek, tehát a legszebbek eredetiek, amit mi saját viseleteknek mondunk, tehát bosnyák-horvát viseletek, ezek még a nagymamák, meg szülők szekrényéből való sokszor 100 éves ruhák, és erre a mai alkalomra is mi a legszebbeket vettük elő. Nagyon nagy köszönet éppen a mai alkalom főszponzorának, vagyis annak, amiért itt vagyunk, a Csóri Sándor Alapnak, akik évek óta támogatja az együttest és szép összegekkel, és ennek köszönhetően szereztünk be nagyon gyönyörű ruhákat, eredeti ruhákat. A Marica Kulturális Egyesület évek óta számos pályázatot nyújt be néptánc oktatásra, népviselet beszerzésére és táncházak szervezésére, így a Pécsi Fesztiválon ők is részt vettek. Az Egyesület a horvát nemzetiség kultúrájának megőrzésében és vallási életében betöltött több mint két évtizedes szerepéért 2020-ban elnyerte a Prokultúra Minoritatum Hungariae díjat. Egyesületünk 1999-ben alakult a helyi horvát és bosnyák hagyományok ápolására. Elsősorban a helyi bosnyák táncokkal foglalkozunk, de sokác táncokkal, kásádi táncokkal, drávamenti táncok, bunyavác táncokkal is. Főleg Szalántán, a helyi rendezvényeken veszünk részt, illetve a környező falvak horvát rendezvényein, de Pécsre is szoktunk menni, meg főleg anyaország, Horvátország településein. Pályáztunk a Csóri Sándor pályázaton néptáncoktatásra és táncházak tartására, és így kerültünk ide. A Baranya Tánc Együttes 1967. november 29-én alakult Pécsett. Az együttes az akkori tanárképző főiskola hallgatóiból alakult, akik Rockov Milánt választották vezetőjüknek. A Baranya ekkor mint nemzetiségi tánccsoport működött, mivel horvát, német, lengyel és román táncokat is bemutattak. A mai napon a táncosok drávamenti népviseletbe bújtak, és saját zenekaruk kíséretében énekeltek a felvonuláson a belvárosban. Baranya Táncegyüttes még a volt tanárképző főiskolán alakult még 1967-ben, ugye a főiskolai diákokból, és azóta töretlenül működik. Főképp magyarországi horvát nemzetiségi táncokat táncolunk, illetve az együttes
mindig is rendelkezett kamara táncszínházi darabokkal. A jelenlegi repertoárunk is ezekből áll. Ugye nagyjából most olyan fele-fele arányban táncoljuk a fellépésünkről annyit, hogy pont ezen a következő héten lesz egy önálló kamaraestünk a Pécsi Horváth Színházban, ahol hát egy kis része néptánc is lesz, de főképp ugye ezeket a kamaradarabokat fogjuk előadni, amit együttesünk volt tagja, ugye Bognár József koreográfiáit táncoljuk, illetve lesz, ami pedig Hágen Zsuzsáé is, illetve hát némi néptánc is lesz. Mai napon drávamenti horváth táncokat fogtok tőlünk látni. Ugye a drávamenti horvátok, amint a név is mutatja, Magyarországon a Drávának ugye a bal partján laknak. Onnan való, főképp ugye a lakócsai anyagból építkezünk mi is, és ezt fogjuk előadni. Az ottani jellegzetesebb táncok, ugye a kolo, a drömes, a csizmaverős mind, illetve a kopogós mind benne lesznek, és megmutatjuk őket. Az egyik legérdekesebb csoport és egyben népviselet valószínűleg az anatoli görög-macedon tánccsoporté volt, mely a Janus Pannonius gimnázium jelenlegi és volt tanulóiból alakult az iskolában tanáruk Sandó Eszter vezetésével. 2009-ben alakultunk, és görög-macedon tánccsoport Észak-Görögország Macedon vidékeinek, illetve Észak-Macedóniának a határ menti táncait táncoljuk. A viseletünk az most egy görögországi polgári viselet, de Macedónia területéről. Ma egy ilyen összefoglaló táncunk lesz a görögországi macedon területekről, tehát három különböző tartomány van, ugye a kelet, közép és nyugat Macedónia, és abból lesz egy-egy tánc a koreográfiában. Amúgy a görög önkormányzat rendezvényein szoktunk táncolni, illetve falunapokon, és hát fesztiválokra is szoktunk járni, ahova meghívnak. Ensemble Lado, nakon velikih internacionalnih nastupa u Dubaju i Rimu, te izvođenja uskrsnog programa diljem Hrvatske, krenuo je sa svojim prepoznatljivim plesnim koncertima. Plesnim koncertima Lado nas provede pod svim hrvatskim regijama, pokazujući diverzitet i bogatstvo hrvatske tradicijske baštine. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado je nacionalni profesionalni folklorni ansambl osnovan 1949. godine sa zadaćom i ciljem istraživanja, prikupljanja umjetničke obrade i scenskoga prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije. Lado tijekom godine održi niz cijelovečernih plesnih koncerata i u svakom prikaže desetak koreografija s raznih hrvatskih strana, vodeći računa da program uvijek bude i raznolik i reprezentativan, odnosno da budu zastupljena sva četiri etnokoreološka područja Hrvatske, alpsko, panonsko, dinarsko i jadransko područje. Ensemble Lado je pripremio večeras plesni program koji ćemo izvesti povodom svečanog obilježavanja priznanja Republike Hrvatske i uspostave diplomatskih odnosa Republike Hrvatske i Mađarske. Ono što nas iznimno veseli, što smo uspjeli realizirati ovaj koncert, naravno u organizaciji Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Pečuhu i grada Pečuha. Ovo je dugo očekivani koncert koji smo trebali održati 2020. godine, no iznimno nam je drago i sretni smo što ćemo ga održati upravo večeras i to pred prepunom dvoranom ovog prekrasnog Odaj centra. Ja nažalost nisam bila, no ansambl Lado je, koliko je meni poznato, bio ovdje 1993. godine, dakle davno, tako da smo evo zadovoljni i sretni što smo se nakon toliko dugo godina vratili ponovno ovdje u Pečuh, u ovu prekrasnu dvoranu i što ćemo naravno nastupiti ovdje pred našom publikom. Ansambl Lado će izvesti jedne od svojih najpoznatijih i najreprezentativnijih koreografija.
Lado kroz svoj rad okupio najpoznatije hrvatske etnokoreologe i koreografe, etnomuzikologe, glazbene aranžere i folkloriste, ali i skladatelje i dirigente nadahnute pučkim glazbenim stvaralaštvom. Sve je to rezultiralo impozantnim koreografskim i glazbenim repertoarom s više od 100 koreografija i 100 vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih brojeva u kojima se iznad svega poštuje izvorna, autentična narodna umjetnost. Radosni smo da evo ovo prvi plesni koncert, zapravo u plesnim sezoni. Naime, Ansambl Lado je u ožujku imao tu čast i priliku sa nekoliko različitih programa gostovati u Dubaju na svjetskoj izložbi, gdje smo naravno u najboljem mogućem svijetu predstavili Hrvatsku. Bilo je tu, nakon toga su slijedili uskršnji koncerti i programi, a i evo večeras su u Pečuhu plesni program. Uvijek nastavim, naravno, kako to priliči nacionalnom ansamblu, zapravo nekako provesti publiku kroz što je više moguće, naravno, različitih hrvatskih krajeva. Započet ćemo sa našim legendarnim ladarkama Zvonimira Ljevakovića i glazbenog obreda Emila Koseta, to je naša, naravno, svojevrsna himna. Završiti sa prigorskim plesovima, između toga će biti i Baranje, i Gorskog Kotara, i Slavonije, evo nećemo sve otkriti. Skupina od 38 vrhunskih plesača, koji su istodobno izvanredni pjevači, s lakoćom se transformira iz plesnog ansambla u reprezentativan folklorni zbor, a 14 odličnih glazbenika svira 80 tradicijskih i klasičnih instrumenata. Ansambl Lado posjeduje jedinstvenu kolekciju izvornih narodnih nošnji iznimne vrijednosti i ljepote, više od 1200 kompleta, pa je svaki nastup ansambla uz pjesmu i ples ujedno i svojevrsna revija izvornog hrvatskog tradicijskog ruha. Evo, već 92. sam došao u Ladu, znači evo 30 godina sam već u Ladu i mogu reći da sam jako zadovoljan sa poslom i sa guštom ga obavljam svakodnevno. Da, pa bio sam u Pečuhu već par puta i prije Lada, dok sam još bio u amaterskom ansamblu Venčec iz Dubrave, sam isto došao u Pečuh, tako da u Pečuhu sam već kao doma. Par puta sam već bio. Prepuna dvorana Kodaj centra nam nazoči o tome kako je naša publika, kako su naši Hrvati u Mađarskoj zainteresirani za hrvatski folklor, za hrvatske pjesme i plesove, o čemu nazoče i brojna hrvatska kulturno-umjetnička društva u Mađarskoj. U organizaciji Kulturno-umjetničko društvo Marica u Salanti 5. lipnja održan je 8. susret hrvatskih kulturnih društava na duhove. Program je započeo običajem krajica koje obilaze selo, a nastavio se svetom misom i podjelom sakramenta krizme u mjesnoj crkvi. Nakon toga je uslijedio bogati kulturni program, te se susret završio s balom z orkestra Baranja. Salanti, ljubav prema narodnoj baštini i njezinu njegovanju nije važno samo od 10 godina. Desetljećima se to naselje ističe čuvanjem običaje bošnjačko-hrvatske kulture. Kulturno-umjetničko društvo Marica utemeljeno je prije skoro 25 godina. Najvažniji cilj društva je očuvanje narodne baštine i pronalaženje načina da bi što više ljudi upoznalo hrvatske običaje i kulturu. Društvo tijekom svoga djelovanja je već mnoštvo priredaba organiziralo, među kojima je najistaknutiji susret hrvatskih kulturnih društava na duhove, koju su priredbu ove godine već 8. put priredili. Pa evo, došao je i taj dan da su duhovi, mi kažemo je dove, i obično se vodu krajice u selu našem već odavna, kako su moja djeca to su počeli i mi naši sad nastavljaju i hvala Bogu, evo moje tri unučice su odrasle već, tako da i one su mogle početi ići krajicama kroz selo. Ja pjevamo, evo nastupamo sad i mi večeras i
jako nam je lijepo da i djeca naša, unučice naše, a i mi kao baka i na jednoj pozornici pjevamo i plešemo. A ne, to je moja nošnja od moje mame i od moje bake, a curicama nešto sam preuredila moju nošnju kad sam bila dijete, a nešto sam njim šila novu nošnju. Društvo danas broji oko 100 članova. Imaju posebnu skupinu za odrasle, za omladinski i gimnazijski naraštaj, skupinu za osnovnoškolce, a prije nekoliko godina podučavanje hrvatske presove i najmanjima, mališanima iz mjesnog i okolnih vrtića. Djevojčice iz najmanje skupine ove godine su se pridružile prvi put većima i išle u krajice. Išli smo krajice, pjevali smo i igrali smo. Bili smo u Salanti kod Nemet kuće, dobili smo novaca, šećera i čokolade. Ja se zovem Liliana Kun i imam 11 godina i živim u Salanti. Jer plesam u Hrvatskoj kudu Marica više godina. Bili smo u Srijedaheju u dječjom festivalu. Običaj kraljica smo plesali i hopa cupa i bošnjačke plesove. Na Maričinim priredbama često nastupa i svojim glasom oduševljava publiku i ženski pjevački zbor Augusta Šenua iz Pečuha, koji zbor ove godine obilježava 40. godišnjicu postojanja, koji jubilej će zajedničkim veseljem proslaviti u jesen. Naš zbor već evo djeluje blizu 40 godina, ali mogu reći da možda i više, pošto smo odgajateljice i dadilje se skupile u vrtiću, počele smo pjevati da predamo ne samo dječje pjesme, nego i naše narodne pjesme što smo mi učili od naših starih. I to je tako krenulo. Nakon pola godine se otvorio Hrvatski klub Augusta Šenua i mi smo se preselile tamo i od onda do dana današnjeg tamo pjevamo. Svake nedjelje imamo probu, redovito idemo na probe, pjevamo, vježbamo, ali glavni inicijator nam je bio pokojni Čika Ladislav Matušek koji nas je učio. Ne da nas je učio, ponekad nas je nagrdio ako nismo tako pjevale, nismo bile poslušne. Ali to je trebalo. Sad, poslije 40 godina, smijem reći, dobro je bilo i treba ponekad i kritika, jer iz toga se uči. I tako smo nastavile. Imamo, bile smo na, ne znam broj reći koliko nastupa, bili smo od Hrvatske u Srbiji, u Italiji, u Finskoj. Bilo gdje na svijetu nam puno starana su nas zvali i mi smo se uvijek rado odazvali. Pored okolnih zborova i plesnih društava, Kud Marica na svaku svoju priredbu pozove i neko društvo iz Hrvatske ili iz drugih krajeva Mađarske. Tako je ove godine odabir pao na plesnu skupinu Zorica iz Erčina, koja je prvi put nastupala u Salanti. 15 évesek vagyunk idén, szeptemberben lesz egy nagy gálánk, szeptember 17-én, amikor az összes táncot felvonultatjuk, ez volt a 10 évesen is. Kicsit öregebbek vagyunk, meglátjuk, hogy fog sikerülni. Most egy bunyavász tánccal készültünk, ezen kívül makedon táncokkal is tudunk fellépni szerb Sumadia környékéről, Gucsa, Tuzla környékéről, dalmát táncaink is vannak. Úgyhogy ezekkel szoktunk az országot járni, illetve Horvátországban vagy Szerbiában szerepelni. Kezdetben az Erci város önkormányzata, aztán az Erci város horvát nemzetiségi önkormányzata, és szépen lassan, ugye, ahogy belejöttünk, pályázatokat írjuk, és nyerjük el az erre fordítandó összeget, és ebből utazunk, illetve lépünk fel, varjuk a ruhákat. U Poganu desetljećima zajedno žive u miru Hrvati, Mađari i Nijemci. Mjesna hrvatska samouprava se trudi organizirati zajedničke i samostalne priredbe i projekte.
Najveći zajednički program je utvrda zavičajne kuće, u kojoj će posebnu prostoriju dobiti i Hrvati i Nijemci, pa će urediti tradicionalnu sobu s originalnim namještajem, a svečana predaja će se pripremati u rujan, gdje će s kulturnim programom obilježiti predaju. Zadnja samostalna priredba samouprave i Hrvatske narodnosne udruge Pogana je bila duhovna svečanost 11. lipnja, na kojem su s kulturnim programom očekivali zainteresirane. Dragovác Ágnes, a falu volt polgármestere, jelenleg a Pogányi Horvát önkormányzat elnöke, képviselőtársaival együtt mindig is törekedett a Pogányi Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítani minden lehetőséget, melyet a település és az állam nyújtani tud a rendezvények sikerességéhez. Naša samouprava je će od prve godine kad se mogli biti samouprave, uvijek smo zato mi toliko Hrvata mogli organizirati, da zato to bošnjačko selo nek još živi, ali uvijek smo manje i manje. Naši ciljevi su da u Poganu što imamo običaje, to da mi sakupimo i sa ženskom pjevačkom zborom zajedno surađujemo i da pokažemo svom selu, ne samo Hrvatima jer oni svi to znadu, nego cijelom selu. Ali u to jedno 3-4 godine tako se promijenilo u selu ljudi da vrlo je teško. Taj COVID je mnogo nam pravio probleme. Ne bi već mnogi koji su stari da iz doma izađu i da dođu na programe. Uvijek mnogo treba organizirati i divaniti s njima. Ali mi mislimo da dok mi to možemo raditi, dotleg treba da imamo samoupravu, treba da običaje mi to sakupimo i sačuvamo. I sad baš smo se dogovorili da pogledat ćemo kak imamo mi mladi, da od 24. godina onda da se oni sudjeluju na samoupravu, pa mi ćemo njim pomagati. A horvát hagyományok és kultúra megőrzésében a nemzetiségi önkormányzaton kívül nagy szerepe van a helyi horvát menyecske kórusnak is, akik ezen a rendezvényen is elkápráztatták a közönséget dalaikkal. Ženský pěvecký zbor iz Pogana utemeljen je 1998. godine. U početku smo pjevale šokačke i bošnjačke pjesme, kasnije i dalmatinske, međumurske pjesme. Naš zbor uglavnom nastupa u Poganu i u Baranji, ali bili smo već i u inozemstvu. Već od samih početaka pjevamo i crkvene pjesme. Danas ćemo pjevati pjesme iz Baranje, jednu dalmatinsku pjesmu i jednu međumursku pjesmu. Prije je bila voditeljica Erzsébet Orovica, a sada Vera Sajnović. I od nje učimo pjesme. Mint ahogy minden települést, Pogányt is elérte az asszimiláció. Egyre kevesebb horvát él a faluban, egyre kevesebben beszélik a nyelvet, és egyre kevesebben őrzik a horvát hagyományokat. De néhány lelkes fiatalt még találunk a településen. Ja plešem u Salanti u kut Marice, i pjevam tu u Poganu u Snaše. Pa počela sam plesati kad sam bila u 7. razred osnovnog škola i nakon 2 godine počela sam i pjevati. Pa i tata i mama su Mađari, ali jako mi se sviđa tu jezik i običaj i zato otišla sam u hrvatskoj školu u Pečuhu i tamo sam naučila jezik. Az idősebb korosztály még emlékszik a régi szép időkre, hogy milyen jeles alkalmak is voltak Pogányban, milyen hagyományokat őriztek. Azt mesélik, a legkiemelkedőbb rendezvény mindig vasárnaponként volt, ami nem volt más, mint a litánia. Emellett a néptáncot is nagyon kedvelték, rendszeresen szerveztek tánc alkalmakat is. Bože, onda nas je jelte bilo puno. Pa i vrlo smo se sastajali i komšijama i tako su bili, jel te, kad su pravljali nekakve
igranke mnogi put, jel te? I onda bi još potli ručka, smislite, kad i na kermes, onda kad se ručalo, mi kažemo užinalo, jel te? Ne? Onda jedan, dva sata, onda su išli na igranku do večere. Onda večera i onda opet na novo do jutra, ne u 9 sati, jel te, idu sad u 9 sati pravu. Da, pa jesmo, bilo je mnogi put, bio je takvi jedan što je bird bio, pa je držao skoro svake subote mladima, bilo puno nas mladi, a i šta da kažem, i Nemci su s nama igrali, i mladi u zajedništvu je to išlo, i mi smo išli k njima kad je kod njih bilo, ima kad su i oni još obaško držali, jel te, njovu igranku, i mi smo njovo volili i oni su naše. I dobro nam bilo, no šta ne kažem, drugačije je bilo nego sad, nas malo vrlo već ima. Svakdje tako vidim i vrlo malo i onda to se sad malo proba, jel te, neko se drži, pa kad to nije tako, ono kad se u njim živi, jel te, kad se u njim živi onda... Hvala vam na današnjoj pažnji, vidimo se opet!